Halló mindenki, üdvözlök mindenkit, jelenleg még Dominikáról, Punta Canáról. Szeretnék segítséget nyújtani azoknak, akik gondolkodnak, hogy ide jönnek nyaralni. Azt tudnotok kell, hogy itt nincs olyan, hogy főszezon, utószezon, ugyanis itt mindig nyár van. Azért júniust választottuk, mert egyszerűen nem tudtunk elutazni semmilyen olyan egzotikus országba, ahol a június ne lett volna, mit tudom én, nagyon nagy páratartalom, vagy esőzéses időszak, vagy ez, vagy az. Egyedül ez bizonyult a legjobbnak. Nem bántuk meg. Mi Bécsből indultunk az ibériai légitársasággal, madridi átszállással Santo Domingóba. Az ibériai légitársaságról annyit, hogy 1 óra 40 perces transferidőnk volt mindössze Madridba, ami pontosan arra volt elegendő, hogy leszállj a gépről, átmenjél egy másik terminálba, elmenjél WC-re, vegyél kólát, és már szállhattál fel a gépre. Mivel 2 folyosós nagy géppel jöttünk, ahol több mint 400-an voltunk, nyilvánvaló, amire feljutsz a fedélzetre, ahhoz is idő kell, szóval nagyon hamar, 1 órával előtte már ugye megkezdik a beszállást. A fedélzeten kényelmesebb ülések voltak, volt kellően normális lábterünk, mindenki ingyen kapott fülhallgatókat, vadonatúj fülhallgatókat. Nem kellett azért se külön fizetnünk, hogy mert most filmeket akarunk nézni, játszani akarunk, vagy éppenséggel zenét akarunk hallgatni. Mindenre volt lehetőség. A filmnézésnél elmondom nektek, hogy angolul, németül, franciául, spanyolul, olaszul lehetett nyelvet választani, én ennek örültem, hogy németül is volt. Nyilvánvaló olyan filmet választottam, amit már láttam, és nem kellett azon agyalnom, hogy most mit is mondott, meg hogy fordítgassam le az agyam, hanem automatikusan ugye már könnyebb volt ez nekem. Aztán besötétítettek lényegében a légiutas kísérők minden ablakot, meg elsötét. Így akkor aki akart aludt, aki akart filmet nézett, szóval teljesen nyugalomba repültünk. Finom volt a kaja is, kaptunk gyümölcsöt, innivalót, kávét, teazva, aki amit akart, volt bőven. Nem mondom azt, hogy a kajával jól laksz, de elegendő volt. De egy férfi embernek azért még 2 adag is, szóval aki nem evett, vagy valami, mert mi is azért hajnalba indultunk el. No, Santo Domingóba leszálltunk, itt már várt bennünket a limuzin, és akkor csak minket átrepített ide Punta Canába. Megérkeztünk a hotelbe, a hotel hatalmas területen fekszik. A Bahia Hotel lánc, elmondom, hogy hány hotel, vagy hát, hogy igen, hotel részre van osztva. Van a Bahia Punta Cana, van a Bahia Grand, van a Bahia Aquamarine, van a Bahia Fantasy, van a Bahia Ambar, aztán a Bahia Luxury Esmeralda, mi vagyunk ebbe. Meg még van egy, aminek fogalmam nincs, milyen neve, szóval 7 van, azt tudom, hogy 7 darab van, mert az idegenvezető mondta. Ide a szállodában senki nem jöhet be, egyetlen egy idegenvezető. Szóval van egy ilyen teáter része, egy színház terme, oda kimehetünk, ott ők beszélgethetnek velünk, sőt ugye a nagykapun is bejöhetnek a Punta Canái lobbyig a buszokértünk. Ennyi. De most képzeljétek el, hogy ilyen kis golfbuszok, vagy kis golfautócskákkal közlekedünk így a bent a szállodán belül, ugyanis ha azt mondom, hogy az Esmeraldáig megyünk, akkor ugye megint más golfkocsiba kell beszállnod, és akkor vannak ilyen kis buszmegállók, és akkor leszállsz, meg ha leinted, megállsz, vagy fantasztikusan megvan oldva itt minden. Annyit tudnotok kell, hogy az Atlanti-óceánnak is
más illata van, a Karib-tengernek is más illata van, viszont a hófehér homok az vakit. Ugye a hófehér homok nem melegszik át, ez hideg, szóval hogy ez normális hőmérsékletű, és fantasztikusan vakító, meg hogy a hullámzások, meg a tenger, tényleg nagyon szép. Én azt mondom, hogy mind az Atlanti óceánt, mind a Karibi részt muszáj látni egyszer az embernek. Az ellátás. Na most azt tudnotok-e, hogy ugye itt általában a Punta Cana-n is all-inclusive ellátás van a szállodákon belül. A reggeli, nem tudok rá mit mondani, fantasztikus. De viszont képzeljétek el, amikor beléptek az étterembe, úgy van, hogy van egy fogadó ember, aki bekérdezi, hány fő van. Mondjuk mi ketten vagyunk, szól a kollégájának, mutatja, hogy kettő ember, és oda kísér egy asztalhoz, az lesz a te asztalod. Viszont itt reggel, délbe, este is gyönyörűen meg van terítve. Tudjátok, ez a heppem Egyiptomban is, hogy például a Jazz Aquamarine-ban már este sincs gyönyörű, szép damasztabló, abroszos terítés. Nekem ez a heppem, nem az asztalról akarok enni, igaz? Otthon is megterít mindenki. Na mindegy, és kezeljétek el, hogy itt reggel is, és cserélik, ahogy feláll valaki, lecserélik az asztalterítőt, gyönyörűen ott vannak a poharak, kiszolgálnak, mit akarsz inni, stb. Na, szóval belépsz, ahogy már megvan az asztalod, belépsz, van egy nagy asztal. Tekilát, a Bloody Mary-t, ugye? Pezsgő, meg ilyesmi, mindjárt nap valami ki van készítve. Reggel, hogy ott, aki már akar. Hát szóval ez nekem fura. Reggel oda készítve pezsgő. Hát minek akarnák én Bloody Mary-vel kezdeni a reggel, vagy tekilával? Na minden, ez furcsa, de ez van. Na most a férjem ugye nagyon-nagyon szereti a halat. Azt tudnotok kell, hogy hal az itt dögivel. A ráktól, a polipig, a különböző halféleségek, a kaviár, a vörös kaviár, a fekete kaviár, hihetetlen. Tényleg azt mondom, hogy hihetetlen. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy minden nap van pizza, minden nap van hamburger és hot dog. Azaz, mármint, hogy megcsinálhatod magad, ha pizza az készen van, de a hamburger pogácsa, a hamburger zsömle oda van készítve, azt teszel bele, amit akarsz. Ez a te, neked kell megcsinálni. Viszont ez biztos, hogy a gyerekek miatt van, mert hogy ugye milyen a gyerek, hát én most hot dogot akarok enni, vagy ezt, szóval ez van.